Itt állunk Zuglóban, a Csömöri út és a Rákospatak utca sarkán, ahol is egy csinos kis betongyár épült az elmúlt időben. Annyi változás történt a legutóbbi figyelemfelkeltő videónk forgatása óta, hogy egy 3 méteres kerítéssel vonták körbe ezt a csinos kis betongyárat. A betonüzem a Rákospatak partjától 50 méterre, az MTK Lantos Mihály sporttelepétől 100 méterre, a Csömöri úti lakóházaktól ugyancsak 100 méterre található. A helyzetről rövid videót készítettünk, és természetesen azonnal a zuglói önkormányzathoz, azok vezetőihez fordultunk. Jegyző úrnak levelet küldtünk, melyben a következő kérdéseket fogalmaztuk meg. Van-e érvényes telephelyengedélye a cégnek a betongyártására, járusítására? Van-e környezetvédelmi engedélye? Van-e bármilyen engedélye, ami alapján ezt a nagy porral és egyéb környezetvédelmi károkkal járó tevékenységet a fent nevezett helyszínen végezheti? Ez idáig még nem kaptunk választ, illetve szóban elértük Horváth Csabát, Tóth Csabát és a főépítészt is. Telefonon sikerült elérni Horváth Csaba polgármester urat, aki széttárta karjait, és megjegyezte, hogy az önkormányzat tehetetlen ez ügyben, hiszen nem önkormányzati telken folyik a gyártás, és mivel korábban fontos, ide vonatkozó jogköröket vettek el az önkormányzattól, ezért így az nem tehet semmit. Tóth Csabát, Zugló országgyűlési képviselőjét is kerestük, aki szerint a betonüzem a leendő zuglói városközpont építési területén található, ezért valószínűsíthető, hogy megnyitották az építési naplót, bármit is jelentsen ez, és bár egy kapavágás sem történt az építkezéssel kapcsolatban, így már oké lehet a dolog. A képviselő hozzátette, hogy értesült ő is a problémáról, szerinte is szerencsés lenne, ha nem ezen a helyszínen lenne a betongyár. Egyik kerületvezető sem örült ennek a helyzetnek, de elmondásuk szerint nem tud az önkormányzat mit tenni. Természetesen kerestük a céget is, egyetlen egy telefonszám van megadva a honlapjukon, és kerestük az ügyvezetőt, de nem voltak hajlandóak megadni az ügyvezetőnek a telefonszámát. Én megadtam az enyémet, és várjuk a visszahívását. Ha bármilyen az üggyel kapcsolatos előrelépés lenne, tájékoztatni fogunk titeket.